fesztiválokon a koncertek szíve, lelke, a hangmérnök, úgyhogy most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy igazán nagy hazai produkciók, mint a Jetlag vagy a Well Hello buliainak a hangmérnöke vezet be minket a munkájának a rejtelmeibe. Azt hittétek, hogy a hangmérnök csak tologatja a potmétereket. Mi hát ez kemény fizikai velő? Csillan a fényvel a gyöngy a homlokodon, Gyula! Itt kezdődik az összerakjuk a semmit, és lesz belőle egy csiribiri dolog. Most fogunk le, hogy mit nem hoztunk el a teremből. Fölpakolni egy olyan fél óra, de úgyhogy minden össze van dugva, működik, áramon ott van. És aztán a te helyed végül ott lesz, középen? Ott a kis királyságba becsütsenek. Aki már fesztiválon volt, az hallott hosszú hangbeállást, hogy így cicceknek a mikrofonba, a dobot halljuk 100-200-szor leütni. Annak tulajdonképpen mi értelme van akkor? Annak akkor van értelme, amikor nulláról állnak be. Tehát, hogy felrakják, bemikrofonozzák, és nincsen mentve, vagy nincsen előre megcsinálva, hanem minden nullában. És akkor erre kell, mi arra kell, magas, ide panorámázom, oda panorámázom. A mentés is az mondjuk jó volt, vagy már bevált, akkor megegyünk ezt a gombot, és minden egyszerre meg fog szólalni. Átjöttünk a Well Hello hangbeállásáról a Jetlag soundcheckjére. Dani itt is kőkeményen melózik. Az lehet, hogy ez a basszus mikrofon helyen jön valamiért? Neked egyébként mennyire nagy terv, hogy így egy fesztiválon két komoly zenekarnak is a koncertjét le kell vezényed? Így az ember tudja, hogy mit akar hallani, meg képbe van azzal, hogy mit szeretne csinálni, akkor ez egyáltalán se nem meló, meg se nem egy olyan időigényes dolog, mint amikor ki kell találni valami vadi újat. Te zenélsz is, és igen, az, hogy azért akkor ilyen széles repertoárt tudsz fülelni, az segít téged a hangmérnöki munkában? Persze, hát nyilván az ízlés kérdése is, meg tapasztalat kérdése is. Szóval, hogy lehet, én csináltam a véletlenül egyszer etnofolk zenekarból pszichedeliket keveltem, mert én azt hittem, hogy ők azt szeretnék, és tök jó is volt. Ez fantázia kérdése is, hogy ki hogy szeretné megszólaltatni az adott produkciót, meg ugye nyilván a zenekar kommunikál a keverős fel, hogy mit szeretnének, és akkor ezt a tortát kell megdíszíteni a keverősnek. Tök jó!